A mi segítségünk és egész új eszendőnk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Zárva a végi írása szerinti evangélium 6. részének 25-től 34-ig terjedő verseiben. A Máté evangélium a 6. részének 25. és következő verseiben ezt mondja Jézus Krisztus. Azért ezt mondom nektek, ne aggódjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Avagy nem több az élet, mint az eledel, és a test, mint az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőbe nem takarítanak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy galasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek ezetekbe a mező liliomai, mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek püvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább a titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga van. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy az esztendő első reggelén téged hívhatunk segítségül, örök Isten, kinek esztendők nincsenek létezve. Áldunk azért, hogy ma is kedves, biztató szóval hajolsz közel hozzánk. Köszönjük, hogy ismered a mi szívünket. Ezért szólítasz minket kicsiny hitűeknek, ezért bátorítasz, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől. Olyan jó, hogy te látsz minket a magunk valójában. Ismered félelmeinket, szorongásainkat, ismered hősködésünket, ismered üres szólamainkat, amikkel magunkat és egymást próbáljuk vigasztalni, és te nem hasonló módon vigasztalsz, hanem élő, hatalmas igével. Köszönjük, hogy a te igéd igazság. Szentelj meg minket a te igéddel. Szólj, hogy legyen szabad ír, gyógyító erő. És miközben hallgatjuk most szabadat, támaszt a mi szívünkben élő hitet. Olyan hitet, amellyel minden körülmények között hálások és boldogok lehetünk. Azt a hitet, amely alkalmasokká tesz minket mások bátorítására és vigasztalására is. Ezzel a hittel várjuk a te áldó szavadat. Adj nekünk útmutatást, sőt te magad járj előttünk Jézusunk útmutatóként, és segíts úgy néznünk reád, mint aki magad vagy az út, az igazság és az élet. A mi számunkra is. Ebben az új esztendőben is, amelynek első reggelét megengedted élnünk. Így figyelünk most reád, szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik,
és békességemnek szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urat. Amen. Köszönjük, hogy ilyen nagyot is szabad kérnünk tőled, Teremtő Istenünk, hogy teremts új szívet mi bennünk. Tudjuk a te igédből, hogy a szívünkből származnak a gondolataink, a beszédünk. Kérünk, hogy ott teremts rendet, szent lelkeddel, igéddel. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a 4. rész 6. és 7. verseiben eképpen. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádkozás és könyörgés alkalmával mindig hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Istennek, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Minden okunk megvan az aggodalomra, mondta gondterhelt arccal egy vezető politikus, amikor a napokban megkérdezték, mit vár a jövő esztendőtől. Nehéz évnek nézünk elébe. Olvastam a héten egyik napilapunk vezércikkében. 85 évesen mégiscsak másik lakásba kell költöznöm, panaszolta egy idős asszony, mert az új lakbért nem fogom tudni fizetni a nyugdíjamból. A világgazdaság az összeomlás szélére jutott, most már nem lehet kiszámítani, hogy mi következik, írja egy nemzetközileg ismert közgazdász. Sokan így várják az új évet. Úgyhogy ebbe a vállalkozásba aggodalom, szorongás, félelem is keveredik. És úgy tűnik, minden okunk megvan arra, hogy aggódjunk. Valóban az a helyzet, amit Jeremiás könyvében így olvasunk, hogy feljött a halál, ami kapujunk alá. Iszonyatos összegeket tékozolnak el, iszonyatos erejű fegyverekre, közben szörnyű éhínség pusztít az egész földkerekségen több felé, miközben némelyek amiatt nyafognak, hogy nem elég nagy a választék az üzletekben, és a kedvenc árujukat nem kapják meg, másoknak azért fáj a fejük, mert nem tudják, meddig lehet iható vizet biztosítani az embereknek, meddig lesz az, hogy a nagyvárosok levegője csak annyira szennyezett, hogy nem okoz azonnali mérgezést és halált, csak lassú mérgezést, és hogyan lehet olyan légkört biztosítani a szó átvitt értelmében, amiben az ember élhet és dolgozhat. Különböző nemzetközi konferenciákon kongatják a vészhalandokat. Minden nap egy növényfaj véglegesen kipusztul a földön, és ennek beláthatatlan következményei vannak. Minden héten két állatfaj pusztul ki. Minden esztendőben akkora őserdőt írtunk ki, és tesszük azt a területet használhatatlanná a mezőgazdaság számára is, mint Nagy-Britannia területe. Az éhező országokban olyan sok gyerek születik, hogy nem tudnak nekik enni adni. A gazdag népeknél meg egyre több fogyatékos, sérült, beteg gyerek születik, úgyhogy nem győzik őket ápolni. Az alkohol, a kábítószerek, a vállások, az öngyilkosság egyre növekvő mértékben szedi áldozatait, és okoz megoldhatatlan társadalmi gondokat, itt a mi kicsi országunkban is. Ha az ember körülnéz, úgy érzi, minden oka megvan arra, hogy megkérdezze, meddig mehet még ez? Meddig lehet úgy, ahogy egyensúlyban tartani az életet, ilyen egyoldalú terheléssel? Valóban sok okunk van az aggodalomra. Az orvosok egyre újabb ismeretlen betegségek jelentkezéséről panaszkoznak, és maguk vallják be, hogy mire megtalálják ezek gyógyszerét, tudják, hogy azok a gyógyszerek újabb betegségek okozói lehetnek, és megint tehetetlenül állunk előttük. A magunk tehetetlenségét érezzük az elemek erejével szemben. De a magunk személyes, kicsi élete is sok okot a
az a gondolatban. Ha most csak azokra a beszélgetésekre gondolok, amiket ezen a héten folytattam a gyülekezet tagjaival. Elsorolhatatlan azoknak a helyzeteknek a száma és módja, amikor beletobajodik valaki a maga nyomorúságába, és nem lát kiutat belőle. És ott van az aggodalom sok szívben a betegségtől, a magánytól, a nélkülözéstől, a haláltól. Különös azonban, hogy milyen ritkán szólunk arról, hogy ki lehet az oka ennek a sok nyomorúságnak. Miért nem szeretünk beszélni erről? Azért, mert a saját bűnéről senki sem szól szívesen. És mi tudjuk Isten igéjéből, hogy mindeneknek a nyomorúságoknak egyedül a mi önzésünk, kegyetlenségünk, hatalomvágyunk, felelőtlenségünk, a magunk gonosz szíve az oka. A Biblia világosan tanítja, hogy mindezek a nyomorúságuk csírájukban, abban a pillanatban jelentkeztek és észlelhetők voltak, mihelyt az ember elszakadt Istentől és szembefordul vele. És az, hogy valamelyik nap a rádió a rövid hírei csupa halálhírt közölnek. És ezt követte egymást, hogy meghalt, megölték, fölroppantották, elrabolták, kivégezték, meggyilkolták. Két kicsi nép egymásnak kölcsönösen sok kárt okozott, és a végén mindkettő bejelentette, hogy ő győzött. Halál, halál, halál. Ez nem magától van. Ki miatt jött be a halál a világ? Aki Isten igéjét igaznak fogadja el, az csak ezt mondhatja, többes szám első szemében, hogy mi miattunk. Mindez ott volt már akkor, amikor az ember először mondott nemet Isten tanácsára, és abban a pillanatban félni kezdett, rejtőzött, bújt, mentegetőzött, a másikat vádolta, hazudott, és agyonütötte az édes testvérét. Attól kezdve van ez a nyomorúság, és miattunk van ez a sok nyomorúság. Ez nem a problémák leegyszerűsítése, testvérek. És nem vallásos túlzás. Ez a problémák igazi gyökerének a megragadása. És ha valaki gyökeres, radikális gyógyulásra és szabadulásra vágyik, akkor a valós diagnózist kell először tudomásul venni. És tudomásul kell vennünk azt a tényt is, hogy mindez a nyomorúság egyre fokozódik a világban, a bűn, a gyűlölet, az erőszak egyre növekvő mértékben van itt jelen, a bűnnek az öntörvénye szerint, egészen addig, amíg a visszatérő Krisztus ítéletével és újjáteremtő hatalmával végérvényesen véget szab ennek. És mi van addig? Addig tegyen tönkre minket is a szorongás. Addig az aggodalmaskodás és a félelem kezdje ki az idegrendszerünket, vegye el a jó kedvünket, tegye tönkre az emberi kapcsolatainkat, a gyanakvás, a rossz hiszeműség, mérgezze meg a légkört? Nem. Mert az okkal vagy ok nélkül vészharangolt kongatók hangos zsivajába belevegyül egy halk és szelíd szó is. Hozzászól ehhez az ügyhöz, az az Isten is, akinek a szavát meghallgatni jöttünk össze újesztendő első reggelén. És ő ezt mondja. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindig hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Istennek, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Vagyis Isten nem azt mondja, hogy bízzatok, mert valahogy majd csak lesz. Nem azt mondja, hogy igazán megérthetitek, hogy le kell aratni, amit vetettetek. És nem azt mondja, hogy nem kell annyira komolyan venni a bajt. Ne számoljatok a tényekkel. Nem kell az embernek nézni, látni és gondolkodni. Ellenkezőleg. Isten azt mondja, hogy minden ténnyel legyetek szívesek számolni.
és a teljes valóságot vegyétek komolyan. Ne csak a bűn tényeket, hanem az üdv tényeket is. Ne csak azt, amit ti csináltatok magatoknak, hanem az Isten tetteit is. Ne csak azt, ami méltánat okot az aggodalomra, hanem azt is, ami méltánat okot a reménységre. Az Isten tetteire nézni, ezt jelenti hinni. A teljes valóságot látni és komolyan venni, minden ténnyel józanul számolni, tisztán látni, ezt jelenti hinni. És Isten erre bátorít minket. A helyes látás segít. Hogyan lehet ehhez eljutni? Úgyhogy vissza kell találnunk Istenhez. Mi ennek az útja? E szerint, az ige szerint az imádkozás. De nem azt érti imádságon az ige, mint amit a legtöbben, hanem majd látni fogjuk, pontosan elmondja itt, hogy mit. És Isten ezen a reggelen nekünk ebben az igében egy határozott nemet és egy bátorító igent mond. Azt mondja, hogy semmiért ne aggódjatok, hanem imádkozzatok. A vakság itt megbocsáthatatlan bűn. Az aggodalmaskodás viszont tönkretesz, és semmit nem old meg. Isten megoldása az, hogy visszahív minket magához. Keresd az elveszített Istent. Isten nélkül agyon nyomnak minket a gondjaink és a bűneink. Istenben találhatjuk meg azoknak a megoldását és a további utat. Lehet, hogy mi szem előtt élesztettük őt, de ő így is szemmel tart minket. Lehet, hogy sokan elfelejtették már őt, de ő név szerint ismeri azokat is. Lehet, hogy már a nyomorúságban sem hívjuk őt segítségül, de ő hívogat magához, hogy megtanítson újra önmagával, magával veszteni. Lehet, hogy már a bajainkból sem kiáltunk hozzá, de ő mégis közli velünk, hogy változatlanul ő az Úr. Rábízhatjuk magunkat, mert Isten az Ura az időnek, a történelemnek, életnek és halálnak, a múltnak és a jövendőnek, ennek a világnak, amelyet ő szépté teremtett és mi tönkretettük, és Isten az Ura a mi életünknek is. Változatlanul továbbra is. 1983-ban is. És Istennél készen van a te boldog új esztendőd, sőt a te boldog új életed is. Ezt kínálja most nekünk, kell-e ez? Mit jelent ez a mi részünkről, hogy kinyújtjuk a kezünket, és elfogadjuk Isten ajándékát? Egyedül ő tudja csak, meg kiki közülünk, hogy éppen most mi miatt aggódunk a legjobban, mi nyomja a szívünket, a vállunkat, mi miatt érezzük úgy, hogy minden okunk megvan a szorongásra. Ebbe a helyzetbe szól bele most ezzel az igével, semmiért ne aggódjatok, hanem. Mi ez a hanem? Azt mondja, hogy imádkozás és könyörgés alkalmában. Van-e ilyen alkalom a mi életünkben? Erre a kérdésre kell most mindenek előtt válaszolni, mikor van a te életedben az imádkozás és könyörgés alkalma? A nap melyik szakában? Van ilyen egyáltalán? Olyan idő, ami az Isten számára van biztosítva. Ahol Istennek abszolút elsőbsége van, amit nem zavarhat meg semmi, amikor odaállt elé, naponta. Említettem nemrégiben azt a nehéz sorsú özvegyasszonyt, aki egyedül neveli számos gyermekét, és mikor megkérdeztem, hogy hogy tetszel ilyen alapos biblia ismeretre, és mi az oka annak, hogy ilyen derű és békesség van náluk, azt mondta, hogy imádkozom. Na de mikor tud imádkozni? Azt mondta, naponta kétszer, és ezen kívül szüntelen. És kiderült, hogy naponta kétszer fix ideje van az imádságnak az életében. Azon kívül szüntelen imádkozik, úgy, ahogy az ige mondja.
mikor van az életedben az imádkozás és könyörgés alkalma. Ha ez hiányzik, az összes többiről kell beszélni. Akkor megmaradhatsz a magad aggódásaiban, és ha nem sértődsz meg, azt mondom, meg is érdemled. Isten kínálja a megoldást, ha valaki kiüti az ő kezéből a megoldást, vagy elfordul attól, ne őt vádolja megoldatlan életéért. Imádság és könyörgés alkalmával. Ezzel folytatódik a hanem után Isten megoldása. Mikor van ez az életünkben? És ha eddig nem volt, vagy össze-vissza volt, vagy csak néha volt, és minimálisra zsugorodott, akkor legyen az új esztendő első komoly lépése az, hogy lesz. Helyet biztosítunk Istennek a napunkban. Hogy tudjunk mi is naponta egyszer, vagy kétszer, vagy akárhányszor imádkozni, és azon kívül szüntelen. Na de mit jelent ez? Négy szakata van annak az útnak, amelyikre Isten hív minket, hogy aztán az ő békessége uralkodjék a mi szívünkben minden körülmények között. Így olvassuk az elsőt, hogy imádság alkalmával. Miért mondja kétszer az ige, hogy imádság és könyörgés? Azért, mert a kettő nem ugyanaz. Különböző ennek a két kifejezésnek a jelentés tartalma. Az imádság, az Isten imádása azt jelenti, hogy én felismerem, hogy ő az Isten, egyedül ő az Isten, és örülök annak, hogy engem visszafogadott gyermekévé, és ezzel az örömmel telik el az imádkozásomnak az eleje. És ezt minden imádságom elején újra és újra megköszönöm neki, hogy ő az Isten, és én az ő gyermeke lehetek. Talán a hitvallás kifejezés közelíti meg leginkább ennek a tartalmát. Újra és újra megvallom az imádságomban, hogy ő az én Uram, és én ezért nem félek. És mivel ő az Úr, tessék, parancsoljon. Mit parancsolsz, Uram? Ez az Isten imádásának a lényeg. Nem én jövök mindjárt a kéréseimmel, és parancsolok neki, ha udvariasan is. Hanem azt kérdezem, hogy mit parancsolsz, Uram? Majd aztán jönnek a kéréseim. Az Isten imádását újra meg kell tanulnunk. Nem véletlen az, hogy Dávid egyszer nagyon nehéz, szorongatott helyzetében sem a maga szorongattatását viszi oda mindjárt Isten elé, hanem megvallja, hogy Isten az ő Ura. És már érzik, akkor nem kell félni. És a 46. Zsoltár végéről szinte el is marad a kérés. Ezek után már fölösleges rimánkodni, könyörögni. Hát ő az én Uram, aki szeret engem. Tudja, hogy bajban vagyok. Akkor most miért soroljam a bajaimat? Elmondja azért. De így mondja el, Isten a mi oltalmunk, erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Még nincs szó a nyomorúságokról. A saját hitének is szüksége van arra, hogy ezt újra és újra tudatosítsa magában, hogy Isten igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Ez az Isten imádása. Ezért nem fél, mondja, pedig fél, bújik Saul elől, menekül. Ezért nem félünk. Ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. És ennek a Zsoltárnak a végén van ez a jól ismert mondat, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És jön a visszhang, a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Nincs imádkozás, nincs megrendelés, nem nyújtja be a kéréslistát, imádja az Isten. Isten imádása olyan a mi hitünknek, mint az öntöző víz a virágnak. Felélet tőle, naponta újra magához tér. Azért van tartása, mert újra és újra megocsolják. Ha nem, elkornyad. Így kornyadozik sokszor a mi hitünk is. Ez az első lépés ahhoz, hogy az Isten békessége uralkodjék bennünk, a sok nyomorúság közepette is, hogy megtanuljuk újra imádni őt. Újra és újra megvallani neki, hogy ki ő nekünk, és kinek tekintjük magunkat. És megköszönni, hogy ez így van. Mi a második? Most már jöhet a kérés? Még mindig nem jöhet a kérés. Hanem azt mondja, hogy hálaadással mondjátok el majd neki a kérésünket. Hálaadással. Az ő imádása, megvallása után jön a hálaadás. Az mit jelent? Az, hogy visszanézek, hogy eddig mit tett velem, meg egyáltalán mit tett Isten.
Az Ószövetség különösen a szülőkhöz intézett biztatásaiban tele van azzal, hogy az Isten tetteire tanítsátok meg egymást, a gyerekeiteket kiválképpen. Mit csinált az Isten? Az ő cselekedeteiből hadd ismerjék. Nem kell bizonykodni. Nem kell Isten bizonyítékokat felsorolni. El kell mondani, hogy mit tett eddig Isten. Az ő kijelentése alapján. Hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz benne, el ne vesztem, hanem örök élete legyen. Hogy ő olyan Isten, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Hogy nekünk olyan Krisztusunk van, aki velünk van minden napon, a világ végezetén. Hála adással megköszönni újra és újra, amit kaptam tőle. Aki kipróbálja, tudja, hogy hogy erősíti el is a hitünket. Ezt tesz minket bizonyosakká abban, hogy ezek után ennek az Istennek érdemes elmondanunk a kéréseinket. És nyugodtan rábízhatom a megoldást. Aki így szeretett engem már akkor, mikor én még nem is ismertem őt, akitől én ennyi jót kaptam, annál van még több jó is. Jut erre az esztendőre is. Minden napjára. Így mondom el, vagy akár el sem mondom már utána az én kéréseimet. Ha az Isten imádása megnyitja a szívünket ő előtte, a hálaadás megnyitja a szemünket, hogy lássuk őt, az ő cselekedeteit és nagyságát. Egy másik, szintén nehéz helyzetben született imádságában azt mondja Dávid a 34. zsoltárban, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. És azzal kezdődik ez a zsoltár, hogy amikor menekült és fújtosott, és amikor bolondnak tetette magát a filiszteusok előtt, hogy úgy mentse a bőrét. Nagyon nehéz helyzet volt. És akkor ő hálát. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Na most végre jöhet a kérés. De most aztán minden kérés. Azt mondja, hogy tárjátok fel minden kívánságotokat az Isten előtt. Akit már imádtatok, és aki előtt megnyílt a szívetek, akinek hálát adtatok, és így megnyílt a szemetek, most már nyíljon meg a szátok is, jöjjön minden kérés. Nincs olyan kicsi kérés, ami Istennek lenne fontos. És nincs olyan nagy, amit mi ne kérhetnénk tőle, azzal hittel, hogy meg tudja cselekedni. Hadd bátorítsak csak mindenkit, hogy egymás előtt se szégyeljük, hogy mi az apróságokat is Isten elé visszük. Vigyük csak oda. Sokszor egy ima közösségben, vagy családon belül is előfordul, hogy szégyelli valaki, hogy hát én ezt is az Úrra bízom. Hát persze, magamat bízom rá, és ez is bennem. De merjünk tőle nagyot is kérni. Mindazt, amit ígért. Kéréseiteket, kívánságaitokat tárjátok fel az Isten előtt. De ezek után már úgy tárom fel előtte, mint az atya gyermeke. Teljes bizalommal, teljes hittel, semmit sem kételkedvén. Mint aki képes lesz azt is elfogadni, ha ő nem teljesíti ezeket a kéréseimet. Mert bizonyos vagyok abban, hogy jobban tudja, hogy mi kell nekem, mint én magam. Van egy szép énekünk, majd énekeljük a végén, amelyik azt mondja, hogy hagyd egyszerűvé válni, és előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermeket. Én szeretnék ebben az esztendőben így élni, mint az ő vidám, boldog gyermeke az adott körülmények között is, amik sok aggodalomra adnak. Előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek. És ekkor következik a negyedik, hogy az Isten békessége, amely minden értelme felül halad, megőrzi a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Először megnyílik a szívem, a hálaadásban megnyílik a szemem, a kérésekben megnyílik a szám, és a végén megnyílik a menny. Érintkezik a menny és a föld. Bepillanthatok a mennybe. Otthon vagyok a mennyben. Az Isten békessége tölti be egészen a lényemet. Ez nem azt jelenti, hogy nem látom a problémát, de látom azoknak az okát is, meg a megoldását.
Ezért teljes látás a hit. Nem csak jelenségeket észlel, hanem lényeg látása segíti el Isten azt, aki igazán hisz ő benne. És ezért minden körülmények között lesz békessége. Miért? Mert nem a folyvást alakuló körülményektől függ a békessége, hanem Istentől. És Isten állandó. És ezért az Isten békessége is állandó. És akiben az Isten békessége van, annak minden körülmények között békessége van. Ez az a békesség, amelyikről Reményi Sándor ezt írja, nyugalma nincs esetleg az ilyen embernek, de békessége van. Ez az a békesség, amelyikről Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ez az a békesség, amelyikről egyedül lehet ezt leírni, amit itt áll, hogy minden értelmet felülhalad. Ez nem bizonyos tapasztalatokból és számításokból leszűrt lelki állapot, hanem ez az a bizonyosság, hogy én Isten gyermeke vagyok. Az ő oltalmában élek. Velem semmi végzetes baj már nem történhet. A halál sem baj, és nem végzetes. Még közelebb visz önmagához. Egy dolgom van, hogy őt szeressem. Mert azoknak, akik Isten feltik, minden a javukat szolgálja. Ennek az igazságnak a felismeréséhez és komolyan vételéért már hit kell. Az Isten békességének a gyökere az, amit Pál a 2. Korintus 5-ben ír le részletesen, hogy Isten megbékéltette magával a világot a Krisztus keresztjében, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Isten nem tulajdonítja nékem az én bűneimet, Isten nem ellensége. Aki ezt hiszi, az abba hagyja az Isten ellen való szakadatlan hadakozást, mert ebbe roppan bele minden ember, és az átéli, hogy előtte élet jár, mint vidám boldog gyermeke. Enélkül mindig lesz okunk panaszra és elégedetlenségre. Ez mindig megtanít hálát adni és örvendezni. Nem azért, mert becsukjuk a szemünket és nem látjuk a tényeket, hanem azért, mert látjuk a láthatatlanokat is. Mert hiszünk. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Vagyis nem az az imádság végső eredménye, hogy az én kívánságaimat, amiket így hálaadással Isten elé tálok, ő teljesíti. Nem ez az ígéret van. Hanem az, hogy miközben én elmondom kívánságaimat annak az Istennek, aki tudja, hogy mire van szükségem, mint olvastuk a hegyi beszédben, az Isten békessége betölti az én szívemet. És megőrzi, mondja itt az ige, szíveteket és gondolataitokat a Krisztusban. Mert mindig és minden ki akar szakítani onnan. Ezért kell nekünk kapaszkodnunk a Krisztusba, hogy megmaradjanak a gondolataink és a szívünk ő benne. A kapaszkodás módja ez a fajta imádkozás. Amely tehát először is hitvallás, azután hálaadás, azután minden kérésem teljes bizalommal való elmondás, és az eredménye, hogy az Isten békessége betölti a szívemet egészen. Testvérek, sok imádkozó ember van, akik nem ismerik az Isten békességét. Akik imádkoznak, és mégis megmarad az aggodalom a szívükben. Ennek az az oka, hogy nem így imádkoznak. Nem helyesen. Nem úgy, ahogy az Isten igéje elénk. Általában azért könyörgünk, hogy Isten változtassa meg a körülményeinket. Istennek van hatalma megváltoztatni a körülményeket. De az imádság elsősorban arra való, hogy a szívem változzék meg. Belépek az Isten műhelyébe, és ő bennem, velem akar elvégezni valamit. Ezért imádkozom. Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy Istentől távol nyomasztanak a terhek. Imádkozás közben Istennel, Jézussal együtt hordozom a terheimet. Az aggodalmaskodó ember meg van győződve arról, hogy van oka félni. Az imádkozó hívő ember meg van győződve arról, hogy van oka nem félni. Az aggodalmaskodó ember úgy érzi, összeoskad a terhei alatt.
az imádkozó hívő tudja, hogy együtt hordozza Jézusom a terhet. Betegségeinket ő hordozta, fájdalmainkat viselte, békességünk meg büntetése rajta van. Azért lehetséges, hogy az Isten békessége őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat is ebben az esztendőben is, mert a mi békességünknek büntetése rajta van. Mert azért békélt meg Isten velünk, mivel Jézus helyettünk eleget tett az ítéletnek. Éppen ezért mindeneknek a kulcs kérdése az, hogy te kibékültél-e már Istennel? Hiszed ezt? Ha igen, akkor az elég ahhoz, hogy elkezdj ezen az úton a kicsi léptekkel is előre haladni, és akkor megnyílik a szíved, megnyílik a szemed, megnyílhat naponta, naponta többször a szád, és megnyílik a menny. És akkor átéljük azt, hogy minden múló perc hozzávisz közelebb bennünket. Aki ezt nem hiszi, annak minden oka megvan az aggodalomra. Mert arra semmi más nem vár, mint az Isten igazságos ítélete. Aki ezt hiszi, annak minden oka megvan az örömre, a hálaadása és a békessége. Az minden nappal Krisztushoz kerülünk közelebb, és annak minden nap új ajándék arra, hogy az ő szolgálatát végezze ezen a világon. A világ problémái valóban nagyok, a rakéta probléma sokunkat nyomaszt, a nélkülözés hihetetlen, és a hívő ember mindig ott van azon az oldalon, ahol az életet és a békességet munkálják, és a hívő ember, ha lehet, még komolyabban veszi ezeket a gondokat, mint mások, de ismeri ezeknek az eredetét is, és ismeri az Isten ígéreteit is. Ezért tud békességgel helytállni és szolgálni. Legyen a mi személyes hitvallásunk is, amit olyan józanul mond az egyik jól ismert énekünk, kísérleten fut, helvadásba hull, mú lesz a vígság, fényesség fakul, csak változást és a romlást lát a szem, változhatatlan, ó, maradj velem. Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet el. Nincs más vezérem, nincs más mesterem, fényben, borúban, ó, maradj velem. Kedvesetyám, áldunk téged a te világos szabadért. Köszönjük, hogy a te szent lelket szeretetnek, erőnek és józanságnak lelke. Kérünk, őrizzen meg minket a te lelket ebben az esztendőben is. Mindenféle vakságtól, rajongástól, mindentől, ami nem józan, ami nem becsületes. Őrizd meg minket a félelemtől. Segítsen oda, hogy ha félnünk kellene is, mi bízunk te benned. Olyan sokszor ok nélkül is félünk. Ha tudjunk úgy hinni benned, hogy ha okunk lenne rá, akkor is bízunk. Köszönjük, hogy te jól tudod, mire van szükségünk. Köszönjük, hogy nem engedted ki kezéből ezt az ellene fellázott embervilágot. Köszönjük, hogy a te szereteted nagyobb, mint minden emberi gonoszság. Áldunk téged azért a győzelemért, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus a Golgotán vívott ki mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy mint utolsó ellenségünket legyőzte a halált is. És az ő győzelme hit által a miénk is. Ezt a hitet erősítsd bennünk. Köszönjük az imádság lehetőségét. Szeretnénk újra megtanulni a te országod elfelejtett nyelvét. Az imádságot. Szeretnénk újra vidám, boldog gyermekeidként beszélgetni veled, atyánkkal. Bocsáss meg, hogy sok minden csak magunkkal beszélünk meg. És ami család szívünk és félénk, vagy gőgös elménk olyan rossz tanácsadók. Eléd hozzuk a mi szívünket. Előtte nyitjuk meg értelmünket.
te teremts újjá ezeket. Szabadíts meg minket minden terhelő tartalomtól, minden aggodalmaskodástól, elbizakodottságtól, vakságtól, közönytől, és ajándékozz meg a te békességet, amely minden értelme felül halad, és amely megőrizheti remegő szívünket és tétova gondolatainkat ebben az esztendőben is, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő a mi békességünk. Ő a biztosítéka annak, hogy ebben az évben is akaratod szerint értelmes, hasznos életet élhetünk. Reád bízunk ezt az egész gyűlölködő embervilágot. Hozzád könyörgünk egyházunkért. Egyházunk.